Sziasztok! Kett vagyok! Most ezzel a Granny nevű játékkal fogunk játszani. Kaptam a komment szekcióban, hogy legyen erről is vidi. Én ezt a játékot nem ismerem. Hát most meglátjuk milyen, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Jó. Első nap. Na, ezt bírom, amikor így látszik megint itten. Szédülök. Aha. Jó, akkor menjünk. Szekrény. Semmi nincs. Ki tudom nyitni a fiókot, vajon? Nincs benne semmi. Ezt? Mi ez? Na jó, a fenyegető üzenet. De most az Isten szerelmére, ebből a bunkos bottal ez a szerencsétlen. Jézusom! Második nap. Akkor elvileg nem haltam meg, csak fejbe kólintott. Marha jó. Ez hogy jött be? Hű. Akkor figyelni kell. Nézzük meg, akkor még itt egy váza. Föl tudjuk venni? Tehát most marha jó, most akkor én vázával fogom itten fejbe kólintani, vagy verekedjek, vagy mi? Kicsit mire megnyitni az ajtót. Jön valaki! Most itt keressek, vagy elbújjak az ágy alatt? De valószínű, hogy elbújjak. Mondjuk ott lett volna a szekrény is. Jézusom! De most akkor bejön, vagy nem jön? Na, kimegyünk. Mik ezek a firkák? 5 days, 5 nap. Mert mi lesz 5 nap múlva? Ki se tudom nyitni. Na, hát én visszabújok inkább az ágy alá, komolyan mondom. Hát akkor ez be fog jönni. Valószínű, hogy be fog jönni. Ahó! Itt kell rettegnem az ágy alatt? Semmi nincs, amit fölvegyek. Nem bírok ennyit ülni. Jaj, földöntöttem. Valaki jön! Gyorsan elbújok! Valaki jön, hallottam! Hát jó, elég vicces ez a... Nem is tudom, minek nevezném ezt csoszogós öreg úrnak. De most marha jó. Nála van egy véres, hát, baseball ütő. Mondhatjuk baseball ütő. Én meg egy vázával fogok itten harcolni? Hogy hogy? Akkor játszik, így most nem fog megtalálni, hogy elbújtam az ágy alá. Na, menjél már ki! És letesz! Medve csapdát letesz! Mi a... Menjél már! Jézus Isten! Hát ott szerintem akkor most kijövök az ágy alól. Na nézzük! Jó lesz vázával, és most hol van, hogy belépjek a medve csapdába? Hát akkor menjünk erre be. Még egy szoba. Mocskosabbnál mocskosabbak a WC. Tiszta fér minden? És itt a szekrényben van valami? Semmi. De ne már jön! Az Isten szerelmi... Ne! Gyorsan bemegyek! Jézusom! Elmegy! Nem vett észre? Béna. És kimenjek. Le kéne menni... De nem, ő ment le a lépcsőn. Akkor elmegyek erre. De... Ó, Jézusom! Bújjunk be az ágy alá. Nem fog benézni? De már! Az Isten szerelmére, hát akkor ez se biztonságos? Úristen, harmadik nap. Tehát akkor valószínű, hogy megüt,
de én még nem halok meg, 5 napom van, és mégis mit keresek, mikor itt semmit nem látok. És hol a vázám? Nem lesz már vázám se. Bár én nem látom értelmét, hogy valamiben segítene, és a medvecsapda. Na hát oda nem megyünk. És mi lehet ez? Há? Mit szereljek? Hol van? Jézus, ami nem megyek oda. Akkor megnézzük erre, mert itt ölt meg az előbb. És ez nem nyílik. És jön! De nem már is jön! De ez így marha jó! Hát az Isten szerelmére! Hát most hogy fogom megölni? Nem értem. Jézus Isten! Nincsen vázám, továbbra sem. Tudnám, mit keressek? Szerintem meghallja, hogy az ajtókat nyitogatom, vagy én nem tudom, de itt már voltam. Na, itt a fiókban valami. Semmi. Menjünk tovább. Ezek a nyikorgások, tök nem bírom. Ne, most jó, na, elbújunk az ágy alá. Bár lehet, hogy csak akkor vesz észre, mondjuk, amikor előtte bújok az ágy alá. Nem tudom. De ott jön! Elmegy. De vajon hova császkál? Jézusom! Nagyon nem látom értelmét most. Az sincs itt, hogy mit csináljak. Hát jó, van, kijövünk. Ugye, ezt a szembe találkozunk vele, az marha jó. Nem, ez nem nyílik. Elment? Ne! Komolyan mondom, ezt kajakra, ez az, amitől nem szeretem. 5. nap! De lesz déj, az utolsó. Vajon mi lesz? De jó, hogy 5-ször fejbe vág így, tiszta vér itt, nekem a képernyőm, azt még élek. De a vázácskám nincs meg. Bár szerintem ennek aztán sok értelme nem lenne. Abszolút. Akkor menjünk le! De nem már is jön, és most miért? Mi? Nem tudok menni! Jaj, beléptem a medvecsapdába, nem már! Letette a medvecsapdát! Na szép! Ledob a pincébe! Na most fölkelek, 5. nap. Tiszta vér minden. Nem látom át. Nem a legjobb játék? Hát nem tudom. Ennyi. Hát nem sokáig írtam. Na ez a vidi most ennyi lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!